Fagyos hideg fogópálinka, szabad tűzi perzselés, mi kell még egy hamisítatlan falusi disznótoroshoz. Ennél a sátornál egy 160 kilós mangalicát dolgoztak fel a böllérek. A napkori versenyen idén is a legjobb böllért keresték. Az, aki nem szenvedtette a disznót, tehát szenvedés nélkül kivérezteti, és jókedvel vidáman feldolgozza. A száncsengés és böllér verseny napkoron a hagyományoknak hűen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legnagyobb gasztronómiai rendezvénye, ahová idén is sokan ellátogattak. 17 csapatunk van, aki versenyben indult, és 3 új csapat, aki versenyen kívül indult, meg akarja nézni, hogy miről szól ez az egész, és jövőre már nagyobb bátorsággal versenyben is fognak indulni. Hagymásvér, hurka, kolbász és disznótoros kiváló falusi ételeket kóstolhattak a fesztivál látogatók. A magyar hagyományos ételek között a sertéshús gyakran kerül a magyar családok asztalára. Az idén 27%-ról 5%-ra csökkent a sertéshús áfája, a belföldi kereslet növekedésnek indult. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, a mangalica hús exportja is erősödhet. A Távol-Keleten elképesztő kereslet van. A magyar mangalica húsa, Japánban már vannak olyan éttermek, amelyek kifejezetten erre specializálódnak, és hát ahogyan a távol-keleti országok a gazdasági fejlődés következő lépcsőfokaira lépnek, és a középosztály megerősödik, fizetőképessé válik, átalakulnak a fogyasztási szokásai, egyre inkább a minőség irányába tolódik el a mennyiséggel szemben, úgy a kifejezetten finom és egészséges magyar élelmiszeripari termékek iránti kereslet is folyamatosan növekszik. A legfinomabban elkészített húsok mellett a legjobb fogópálinkát is díjazták az idei böllérversenyen.